Hát nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszöntöm a hallgatókat is. Ez a mai alkalom a baráti kör második része, ahol jelenleg négyen vagyunk az asztal körül. Itt van Csaba, Judit és Iván. És a múltkor ott fejeztük be, vagy múltkor az volt a múltkori témánk, hogy a szegénység nem szégyen, és a beszélgetés folyamán addig kerekedtünk, hogy valahogy a szegénységgel, meg az egész témával kapcsolatban úgy szóba jött a boldogságnak a kérdése, és akkor azt gondoltam, hogy a mai alkalom az legyen ennek a témának szentelve, ugye az volt a téma, vagy az volt a téma felvetés, vagy a tétel mondat, amit így meghatároztam magamban, amit legtöbben ismerünk, hogy a meséiknek a végén ott szokott lenni az, hogy a főhős, mikor elnyeri a jutalmát, akkor boldogan élnek a mese végén, boldogan élnek, amíg meg nem halnak, vagy mondjuk majd megnézzünk egy jó filmet, akkor azért annak is ugye mindig az a vége, hogy boldogan él a főhős a szerelmével, vagy a kialakult helyzetben. Vagy legyőzte a gonoszt. Vagy legyőzte a gonoszt, és igazából az első kérdésem, hogyha azt mondom, hogy boldog élet, vagy boldogság, akkor erről így ezeknek a fényében mi jut eszetek be, Iván már... Meseország is, nem Magyarország. Hát nem politizálunk. Ennek hatására Iván belép egy gyorsan hittelnyében. Saját életemből mondom le ezt a konsekvencián. Tehát ez helyfüggő is akkor, mondjuk boldogság? Boldogság, én otthon speciál nagyon boldogan érzem magam a saját könyveim között. Aha. Viszont a 22.800 fontos segélyem annyira nem. Aha, itt már jó, két jó támpont. Két egymásnak ellentmondó. Uh-huh. Egyrészt, hogy mint a tudomány, az tud valamilyen szinten boldogítani, vagyis uh-huh. a tudás uh-huh. megszerzése. Viszont hogy minél több tudást megszerezzél, ahhoz valamennyire, valamilyen szinten szükségszerűség a pénz. Uh-huh, uh-huh. Mivel most jelenleg ebben a hónapban segélyt kaptam, vagyis jobban mondom, most már dolgozok, de még a 22.000 segélyáráért segélyt kaptam. Ebből nem hiszem, hogy meg lehetne ma élni Magyarországon, és mondjuk ezt a tudást fent lehetne ugyanazon a szinten tartani. Aha. Akkor a pénz boldogít? Nem. De amit veszel rajta, az igen. Igen, ezt szokták mondani különben, tehát amit veszel rajta, az igen, így van. Mert csak azért különben, mert akkor maga az, hogy amit tanulsz és ott, különben én is a kuckomba, tehát biztos, hogy nem tudom, mindannyiunknak van valami kuckója, amit uh-huh. tehát most lehet, hogy ez egy nagyobb térbe van, de akkor is úgy érzi, hogy az a kis privát kis szférája, olyan jól érzi magát, körülötte a könyvek, a notebookja, az asszonynak a lába, amit masszírozgatni kell esetleg, tehát mindenkinek van ilyen, de ez egy elég ilyen érdekes, egy ilyen pillanatnyi boldogságnak tekinthető, attól még az még ez még olyan érdekes, hogy ez szerintem nem ugyanaz, amikor megkérdezik valakit, hogy te boldog vagy. Mi az a, tehát mitől lesz valaki, aki azt mondja, hogy én egy boldog ember vagyok. Uh-huh. Viszont uh-huh. például arra is mondanám, hogy egyrészt egy ambivalens módon a saját városomban Baján egyrészt boldog is vagyok, mert valószínűleg csak itt tudok érvényesülni, mert én minden tudásom, minden ismeretem és az egész életem idekül. Viszont boldogulni meg nem tud az ember, tehát boldogság és boldogulás az két különböző. Igen, hát meg külön szó is különben, így van azért. De azért valahol összefügg a kettő, nem? Tehát, hogy az, aki nem boldogul, az lehet a korlátozott a boldogság. Aha. Nagyon-nagyon gondolkozom rajta, hogy ki is mondta ezt, de talán valami rockstar volt most, nem, de azért is lehet, hogy Elton John szinte nincs is jelentősége, és mintha azt mondta volna, hogy az a boldog ember, aki reggel felkel, este lefekszik, és közte azt csinálja, amit akar. Tehát aki volt egy ilyen megfogalmazása a boldogsággal kapcsolatban. Na most megint azt mondanám, hogy hát Elton John ugye meg is teheti azt, hogy reggel fölkeljen, este lefeküdjön, és közte azt csináljon, amit akar tulajdonképpen. Mert hogy a pénz nem boldog, igen, tehát ő megteheti. Viszont akkor a beszélgetésbe belefonnám azt, hogy és ez nekem ismét, ugye, amit például a Borog Szabi említett legutóbb a házi esztétánk, hogy azok a távol-keleti szerzetesek, vagy konkrétan Indiában azok a rettenetesen európai szemben antiszociális és nyomorultól élő kis szerzetesek, akiknek tényleg azt jelenti a boldogság, hogy reggel fölkelnek, nem kiabáljuk el, hogy ugye nyílt titok, hogy hát ugye nagy mennyiségű hasist elszívnak ennek hatása, akkor már úgy érzik, hogy könnyebb boldog lenni, de az alapvető dolog az, hogy reggel felkelnek,
mossák a lábukat a Gangesba, élik a maguk is lelki életét, este lefekszenek, és így gyakorlatilag célként is ez a boldogság. Tehát ez az életük célja, és egyben ez a boldogság napi szinten is nekik. Tehát, és ezek ott a pénznek semmi jelent. Nem is biztos, hogy látom. Ez mi teszem ebből, ők is valóban így élik meg boldogság. Igen, ez egy csapda egyébként. De én azt mondom, hogy rájuk nézik, és azt mondom, hogy ezek az emberek boldogak. Igen, erről olvastam egyszer egy cikket, hogy kívülről sokszor egy primitívebb társadalomnak a tagjai boldogabbnak tűnnek az esetben, mint mi. De benne élve azok az emberek ugyanúgy megküzdenek a maguk félelmeivel, ugyanúgy megküzdenek a maguk is életének a kihívásaival. Tehát az ő szemszögükből, vagy benne élve azért ez átértékelődik. Az biztos, tehát nyilvánvaló, hogy akkor onnantól kezdve a veszélyek, amik körülveszik őket, ismét idézőjelben, mert nálunk az esetben minden veszélyegészségedre létezik. Ebbe benne van a veszély, hogy nem tudod befizetni a számládat, vagy bármi. De most őnálok azért egyszerűbb az a veszély. Most akkor itt a veszélynek azért nem arra gondolnék, hogy megeszi őket egy arra járó puma, de én még mindig azt mondom, hogy pont azáltal, hogy leegyszerűsödött az életük, pontosabban az övéké nem is volt bonyolultabb valószínűleg soha, pont azáltal egy ilyen természeti szintű boldogságban tudják leélni az életüket. Én nem hiszem azt, hogy ez nem lehet úgymond vágyként, hogy ne jelenjen meg. Van egy kulcsa kérdésem felétek. Úgy gondoltok, hogy 100 évvel ezelőtt a szegénység és a boldogság mennyiben volt más? A magyar társadalomban. Szóval, hogy már milyen? Semennyibe. Szerintem most érték meg másképp. Aha. Na most nézd, de ha mondjatok, én nekem annyi gondolatom van a boldogsággal kapcsolatban, és ez majd lehet, kapcsolni fog Ivánnak a kérdéséhez, hogy szerintem én úgy tudom megfogalmazni a boldogságot, meg a boldogtalanságot, hogy, és ez lehet egy kicsit ilyen gondolatindító is lesz, hogy az a boldog ember, aki rendeltetésszerűen működik. Tehát, hogy értsd jól, hogy azt gondolom, hogy akkor vagyunk frusztráltak meg boldogtalanok, amikor valahol valamiért, vagy valamik miatt nem érezzük esetleg a helyünkön magunkat, nem érezzük, hogy kiteljesedjen az életünk, és azt gondolom, hogy ebből ez az egyik gondolatom, ebből a szemszögből is érdemes megnézni, hogy mi a rendeltetésünk. Tehát én, mint lelkész, egyértelmű, hogy mint hívő ember ebből indulok ki, hogy az én rendeltetésemet, azt valaki más határozta meg, méghozzá teremtő, és ebből az aspektusból nézem a boldogságot. Nem provokatív is volt ez a kérdés, de arra akartam valahol kiukadni, hogy ahogy ma egy információs világban élünk, ahol rengeteg impulzus írja az embert. 100 éven máshogy éltük-e meg a szegénységet és boldogságot, mint ma. Szerintem más impulzusok és hatások érnek minket. Szóval ilyen értelemben tudok, hogy ha arra gondolsz, akkor ez nagyjából hasonló, mint amit én legutóbb Kubáról meséltem, amikor azt mondták rá, hogy egy ártatlan és boldog emberek, mert ameddig nem tudják azt, hogy mit várnak el tőlük, hogy ennek hiányozni kéne az életedből, plazma tévé idézőjelben, addig ő boldogan el van plazma tévé nélkül. Mi is el vagyunk valójában, de azért ha körülnézünk, akkor tényleg látjuk azt, hogy ez a szerzési vágy, ami teljesen indokolatlan eszközökre és méretekre tud növekedni, ez rettenetesen áthat majdnem mindent. Tehát rengeteg embert áthat ez a dolog. Na most így nyilvánvaló, hogy addig azok nem is lesznek boldogok, amíg az egész lelki világuk azon alapszik, hogy bizonyos dolgoknak a megszerzésére törekedjenek, és ezért azért sok mindent feláldozzanak. Tehát most akkor mondjuk azt, hogy hitelekbe verik magukat azért, hogy új autójuk legyen. Na, mondok valamit. Hogy a te Skodádra, ugye utalva például, ami legutóbb ugyancsak. Igen, tehát akkor azt mondjuk azt lehet mondani, hogy a boldogság ilyen céllá vált az embereknek, és mondjuk ez mindenféle eszközbe vetnek, amit... De akkor félreértelmezett boldogság. Mert ő azt hiszi, hogy attól lesz boldog, hogy megszerzi azt magának, amire nagyon vágyott, ismét idézőjelbe plazma tévé, ami egy önmagában becsapás, mert véleményem szerint attól nem lehet valaki boldog, és ráadásul csak pillanatnyilag, amíg megszerzi, és valószínűleg abban a pillanatban, hogy ezt megszerezte, rövid időn belül esik bele az újabbba, és onnantól kezdve hirtelen más lesz neki az, ami akkor ez mégse ettől lett nem boldog, és esetleg ki akar élni magát valami más, teljesen fölösleges eszköznek a megvásárlásával, vagy birtoklásával. Egy engedjetek a tárgyak börtönéből, én most a Toponeurok társulattól idéztem majd azt feltétlenül, mert majd be kell valahol raknom, ez az engedjetek a tárgyak börtönéből, nem emlékszem a szövegkörnyezetbe, de
Szerintem illik is ide. Az emberek a tárgyaknak a börtönében élnek. Tehát tényleg így alapjában véve ilyen tárgyakba gondolkozunk. Tehát, hát sőt, hát miért az embereket nem a birtokol dolgaik alapján ítélik meg nagyon sokan? Hát dehogy nem. Hogy mi? Igen. És akkor visszatértünk arra a kérdésre, mint a szegénységnél, hogy úgy érzi, hogy nem lehet boldog azért, mert nem tudja fölmutatni másoknak azt, amit limitnek meghúztak. De hát ez mondjuk, ezt már kitárgyaltuk a szegénység kérdésére. Igen, a státusz szimbólumról beszélsz. Aha. Így van. Tehát igazából szerintem bárki lehetne boldog, aki nem állítja a boldogságának a meghatározójává azokat a dolgokat, amik vallásos vagy vallástalan szemben, tehát gyakorlatilag egy épesző ember szempontjából nem lehetnek a boldogság meghatározói önmagában. Uh-huh. Tehát nem lehetnek csak azért, hogy a tárgyak, mert hogy birtokolod őket, attól még nem lehet a boldogság meghatározója. Akkor én még visszakérdezek megint, hogy a boldogság akkor az egy állapot, egy érzés, vagy egy mítosz? Érzés. Nem? De. Boldognak érzem magam, boldog vagyok. Hát állapot. Az a gond az állapottal, hogy az pillanatnyi. Tehát el is múlhat a boldogság, meg... Egy emóció. Boldogság. Hát ez egy érdekes. Na mondd, miért gondoltad? De akkor most tedd fel, hogy válaszolj a kérdésedre, légy szíves, jó? És akkor visszatérünk. Mert én azt gondolom, hogy az az én tapasztalatom, hogy vagy az az én meglátás, erről írtam egyszer egy ilyen rövidebb kis írást, aminek az volt a cím, hogy a fűrészporos boldogság. És például az a lényege, hogy azt gondolom, hogy van egy ilyen eltolódás most, hogy az emberek célnak tekintik a boldogságot. Tehát, hogy boldog akarok lenni. Ugye van erre egy nagyon jó talmese egy házassággal kapcsolatban, hogy megy a vőlegény meg a menyasszony, oda mennek a paphoz, és mondják, megkérdezi a papa a vőlegényt, hogy hát mit szeretnél? Aztán boldog szeretnék lenni. És megkérdezi a menyasszony, és te mit szeretnél? Én is boldog szeretnék lenni. Azt mondja, jó, akkor most menjetek haza, és gondoljátok át még egyszer ezt a házasságot, mert nem én akarok boldog lenni, hanem hogy boldoggá akarom tenni a másik férfi házasságban. Ketten voltak, de üresen érkeztek. Tehát. És hogy ez egy ilyen jó kis példa, de hogy ez szemléltes, hogy sokszor azt gondolom, hogy céllá vált a boldogság, hogy én boldog legyek, és boldog legyen az életem, holott én azt gondolom, hogy ez olyan, a boldogság az olyan inkább, mint a fűrészpor, amikor vágok el egy fát, hogy ez egy melléktermék kellene, hogy legyen, és azért talán van egy ilyen eltolódás, hogy egyfajta eufóriát keresünk az életben, hogy tényleg... Legyen a másik boldog, hogy én boldog lehessek. Vagy csak a saját életben keresek egy olyan beteljesülést, egy olyat, amit esetleg látok a médiában, vagy bennem él, hogy akkor leszek boldog, ha ezek a dolgok összeállnak az életemben, és akkor, ha megnyerem a lottóötöst, akkor én leszek a világ legboldogabb embere. Nem hiszem, hogy attól legboldogabb ember. De ez is akkor egy célként megfogalmazza az ember. Én saját magamban ezt úgy tisztáztam le, ugye, hogy Új Szövetségben, Jakab levelében arról van szó, azt mondja Jakab, hogy a Biblia olyan, mint egy tükör, amely belenéz az ember, meglátja saját magát, azért szoktam mondani, hogy a Biblia az igazi Facebook, az igazi arckönyv, mert az ember meglátja saját magát, meglátja benne Isten arcát is, és utána azt mondja, hogy ha megnézem, meglátom, hogy milyen vagyok, és elmegyek, és aszerint cselekszek, amit olvastam, vagy amit láttam, akkor boldoggá tesz engem a cselekedetem. És amikor ezt így olvastam, akkor ez ugrott be nekem, hogy igazából, ha rendeltetésszerűen él az ember, akkor a boldogság az egyfajta melléktermék kellene, hogy legyen. Tehát egy állandó. Egy állandó valami, meg egy nem cél, hanem nem, hogy boldogságtól boldogságig élek, vagy ilyenekben gondolkodok, hanem ettől függetlenül, és ez gyakorlatilag mindegy ilyen fűrészpor. És mi lenne, én azt mondanám, hogy akkor tulajdonképpen, hogy mondod, hogy célként lebeg az emberek szeme előtt, ez olyasmi, mint én azt mondom neked, hogy ez azért van, mert hogy az embereknek eltorzította a birtoklási vágy. Így van. Ugyanúgy, mint ahogy célként, tehát ugyanúgy a szerzési ösztön, tehát nekem meg kell szereznem a boldogságot. Tehát pontosan nem tudom, hogy mi az, meg hogy vezet az út odáig, de én elhatároztam, hogy nekem az birtokolnom kell. Tehát nem lehet a cél valami, ami tulajdonképpen
ami tulajdonképpen alátámasztja, hogy te mondani valódat. Tehát a boldogságnak tényleg valóban nem egy X pontban elérendő dolognak kéne lenni, ami időben vagy bármiben, helyben az eléred ott, hanem annak az egész életedet és cselekedeteidet alapján tükröződnie. Tehát pontosabban nem tükröződnie kell, hanem ajándékként visszakapod azért, ami vagy. Igen, ez egyszerűen egy járulékos haszon. Csapának ellen. Ja, hát akkor mindjárt, tehát akkor provokálni fogom a kedvesemet ezzel kapcsolatban, hogy ha megnyernéd az ötös lottót, és hát ez egy elképzelhetetlen mennyiségű pénzről legyen szó, boldog ember lennél-e? Akkor? Akkor? Igen. És valószínűleg... Másnap? Valószínűleg másnap is, mert olyanokkal foglalkozhatnék, és azt csinálhatnám. És 10 év múlva? Te 10 év múlva tudod, hogy boldog ember leszel úgy, ahogy most élsz? Jó, jogos a kérdés. Aha. Nem mondom, hogy provokáció, most ja, azt is mondhatnám különben, hogy azt kellett volna, hogy válaszoljad, hogy édesem, én veled így is boldog vagyok, de hát akkor ezzel most túl tesszük magunkat. Mert egyébként így akik figyelték ezeket a lottó nyerteseket, ott mindig az jön ki utánkövetés kapcsán, hogy ezek az emberek nagy része elhervelte a pénzt, és rosszabbul él, mint előtte. Tehát még az is lehet, hogy rosszabbul így van, tehát igen. Igen, tehát igen. Hogy teljesen leszegényedve, és aki... Ha belegondoltok, az a... Erre szoktam a... Big Brothersnek az első győztes az a... Az összes, nem csak az. Az gyakorlatilag ma, most néztem, hogy egy otthonban fogják bevinni, mert nem tud saját maga fölöltözni, nem tudja ellátni magát. Tehát ez a rosszabbul él, ez nem csak anyagilag jelenti, hanem azt, hogy valószínűleg a nagy pénz hatására olyan szinten átalakítja a baráti körét is, hogy a valódi jó barátok mellé egy sleppet épít maga köré, akik ugye hát könnyen eltűnnek, meg nem is őszinte. Tehát abban egy élősködő sisere hadat, és hát ugye amikor elfogy a pénz, és ezek elfogynak, akkor hirtelen ennyibe akkor vesz észre, hogy egy nagy szakadékba zuhant bele. Tehát igen. Vissza már nem tud oda kapaszkodni, ahonnan kilépett. Igen, igen. És nem is oda zuhan vissza való. Mert nem tud visszazuhonni azok közé, a barátok közé, akik... Mert ezeket már régen a hátam. ...és elárulta, így van. Nem is az a baráti kör. Még meg is lenne, de ő benne lehet, hogy nincs annyi mersz, hogy azt mondja, hogy újra itt vagyok, sziasztok. Mondjuk erre szoktam azt mondani, hogy az embernek kockázatot kell vállalni. Szóval ezt most kivárjuk belőle. Igen, a lottó nyertesekkel kapcsolatban ugye azért, mert az emberekben azért mindig ez ott, az, a boldogsággal kapcsolatban azért majdnem ilyen szinonímaként él, hogy lottöltös. Az volna az azt szerintem mindenki eljátszott már azért, hogy most enyém lenne az 1 milliárd forint, akkor mit csinálnak? Nekem mindig a kedvenc példám, nem tudom, hogy hol történt meg Magyarországon, szerintem ezt múltkor is meséltem, hogy volt egy lottöltös nyertes, aki annyira megörült, hogy építkezésbe kezdett, és sörrel keverték a betont az építkezésnél, és nem is készült el a ház. Még a ház elkészült, előtt elfőtt a pénz. Azt el tudom gondolni, hogy ha betont sörrel keverik, akkor mi minden más. Akkor tegyem föl azt a kérdést, és mindenkinek, hogy akkor tegyük fel, hogy mindenki külön-külön megnyeri az 1 milliárdot. Melyikőtök utasítaná vissza? Hát szerintem azt senki nem utasítaná vissza. De egy óriási kihívás lenne azért, én azt gondolom, tehát... Tudjátok, hogy akkor jelenteni azt, hogy mennyire tudunk vele élni, vagy mennyire nem, és akkor most itt a Robit ezzel nem provokálom, hanem hát ugye akkor nem magam rontogassak, nem más, akkor mutogassunk a Robira. Rengeteg pénzt nyerne, és ezután a pénzének, tehát azon kívül, hogy az alapvető dolgait, amivel a családját és magát természetesen anyagi szempontból boldoggá teszi, tehát megszerzi azokat a dolgokat, ami tényleg azért kell, utazgatnak, és onnantól kezdve nagyon sok pénz szán arra, amire itt szegényen is csinál. Tehát azt mondom például, hogy a felekezetére költi, az ő dolgaikba segít onnantól kezdve, de akkor azt mondom, hogy akkor ő egy olyan ember, aki úgymond megérdemelte, sőt, azt is mondhatnánk, hogy az őszintességét fejeznéz ki, hogy onnantól kezdve ugyanarra költi. Mert amennyiben te megnyernéd az izét, és soha többet nem látnának, mert te éppen Hawaii-on nyaralgatnál, akkor gyakorlatilag akkor bárki azt mondaná, hogy akkorát hazudott nekünk éveken keresztül, amekkorát csak lehetett. És ez mindegyünkre vonatkozik. Tehát, hogyha a pillanat, amik most járnak a fejedbe, és arra költenéd, azt a nagyon-nagyon sok pénzt, most felejtsd a szőkenőket, jó? Akkor azt mondom, hogy őszinte voltál eddig is. Én azt gondolom, hogy én mellette ugyanúgy szeretném tovább végezni a munkámat, amit szeretek azt. Ezt szerintem is mindenki elmondja. Én utazgatnék világot. Igen, elég. Egy ideig, persze, mindenki. A boldogság meg a pénz kapcsolatban van egy
van a példabeszédek könyvében egy Aggur nevű ember, aki két dolgot kér Istentől, és azt mondja az egyik, hogy ne adj nekem túl kevés pénzt, hogy ne kelljen lopnom menni, de ne adjál túl sokat se, hogy meg ne tagadjalak téged, és azt nem mondjam, nem tudom, hogy ki vagy. Tehát táplálj engem hozzám illő eledellel, és nekem ebben mindig az volt, amikor ezt olvastam, hogy szerintem, ha most is szóba jött a pénz és a boldogság kapcsolata, hogy szerintem nem mindenki képes elhordozni a nagy sok pénzt anélkül, hogy ne torzulna adott esetben a személyisége. Igen. Tehát, hogy én azt mondom, hogy én soha nem szeretnék gazdag lenni, legyen annyi pénze, amennyit el tudok egészséges módon viselni. Tehát én azt gondolom, hogy egy szinten túl hiába ábrándozunk abból, hogy a pénz boldoggá tesz minket, torzítja a személyiséget, meg torzítja az, de meg tönkreteszi az ember gyakorlatilag. Gyakorlatilag most de a szegénység van egy alapszükségleted. Ugyanúgy. Mondjuk azt mondod, hogy most megeszek egy, mit tudom, 5 zsömlét, akkor nem tudsz, hogyha hiába van több pénzen, akkor se tudsz megenni 20-at. Jó, nem. De akkor azt mondom, hogy nekem én megtehetem azt, hogy ezt az 5 zsömlét minden reggel mondjuk a Gellért szállóba egyem meg, és reggel felmegyek. De megteheted azt is, hogy azt a másik 20 zsömlét, vagy 15 zsömlét odaadod, aki nem teheti meg. Persze, de személyes tapasztalatom, hogy nagyon sokszor, nem általános, nagyon sokszor sokkal nehezebben adnak azok, akiknek sok van. Ezt nem tudom, hogy általánosnak is tekintetek. Nem tudom, nem akarok általánosítani, és elnézést, a hallgatók között van valaki, aki jó szívű és adakozó, és sok pénze van, de én nekem most ilyen tapasztalatom azért nem kevés volt, hogy bizony, a pénz az tud akár olyan is lenni, amelyik... Még megadná a súhelyed. Valami ilyen, ja, körülbelül ez. De ez személyiségfüggő. Igen, ez emberfüggő. Én nem tudom, hogy valójában ki szereti, ki nem szereti, ki ismeri el a munkásságát, ki nem ismeri el a munkásságát. Nem is kérdés, hogy amikor Bill Gates-et szoktam fölhozni, akiről azért tudni kell, hogy hát irdatlan mennyiségű vagyonnal rendelkezik. Aha. Viszont azt is tudni kell róla, hogy irdatlan mennyiségű pénzt osztogat szét. És azt is kell róla tudni, hogy amikor a gyerekeivel kapcsolatban szóba került, hogy hát amikor örökölni fognak, és akkor, hogy hát ő elmondta, hogy mire fogja a halála után, ugyebár nem arról szól, hogy a gyerekei szétherdálják a vagyonát neki, hanem arról, hogy hát ad nekik egy pénzt ahhoz, hogy el tudják kezdeni az életüket, és akkor megkérdez, hogy mennyit, hogy $1 millió, hogy millió, hát azt mondja, azok nyomasztó, az ilyet és szóba se kerül majd nála. Tehát gyakorlatilag szíthatjuk, elismerhetjük, stb., de azért annyi pénz mellett is, ember maradt. Érdekes módon, tehát azért még így tudja fölfogni. Jó, azon kívül például rettenetesen szereti a Porsche-kat és a sebességet, de hát akkor legyen már ez neki a hobbija is, tehát ezt engedjük meg neki. Gyakorlatilag ez elmutató polgárosodás korából hány olyan eset volt, nagyon sok olyan eset, hogy az első generáció volt a tehetséges, aki megszedte magát, és a harmadik generáció az meg elválta. Így van. Hát miért? Gentricknél? Nem ők, így van, tehát nem ők voltak a... Igazából már nem az a generáció volt a gyűjtögető generáció, ő már csak az, amelyik fölélte. Tehát ők már azok voltak, így van. Így van. Ez valószínűleg abból is adódik, hogy ez nem tudta azt, hogy ami az, hogy küzdelem valamiért. Az is lehet. Igen, tehát az, hogy tudja becsülni a pénzt. A gyerekek még jó szándékúan nem, mert ugye még nem éltek benne, de tényleg addig hát ezt a Judit is el szoktam nagyon sokszor mondani, hogy majd amikor először megkeresi az első fizetését, és abból vásárol valamit, akkor jön rá, hogy amiért a szülőknek rugdosta a popsiát, hogy ezt most miért nem veszed meg, tehát addig nem tudja értékelni, amíg nem tudja, hogy ezt hogy kell megkeresni ezt a pénzt. Az tényes való. Na és akkor valahogy térjük vissza a boldogság kérdésére. Jó, elkanyarodtunk. Igen, elkanyarodtunk, de ő igazából a pénz van alán, tehát azért akkor abban meg tudunk egyezni, hogy a pénz az nem boldogít. De mégis a pénzről beszéltünk idáig is, látod, milyen kis torzelkűek vagyunk. Azért, mert szerintem az anyagiasság átszövi teljesen a mai hétköznapokat. De valószínűleg a nélkülözés miatt. Tehát azért szövi át, mert a boldogság az egyfajta álmodozássá válik. Ha belegondolsz, 100 évvel például nem volt gázszámla, nem volt villanyszámla. Aha. Na jó, de fűteni akkor is kell, tehát maga a persze. Probléma azért adva volt valószínűleg, de tehát az, hogy tényleg az, hogy azért szövi át ennyire az anyagiasság, mert a nélkülöző ember álmodozását és a boldogságát valahogy gyakorlatilag is összeköti talán. Tehát boldog lennék, ha... Meg ugye szerintem van egy olyan, hogy az igényeink meg a szükségeink igencsak szétváltak. Ezen múltkor is erről beszéltünk, hogy mondjuk lehet, hogy száz évvel ezelőtt azt gondolom, hogy az igények lényegesen alacsonyabbak voltak, mint ma, és még úgy is mondom, hogy adott
társadalmi rétegbe, vagy adott helyzetben tudtad, hogy mit engedhetsz meg magadnak, de ma igazából ez teljesen elszállt. De szerintem abban is, hogy ma belegondolsz, hogy a reklámokkal, az internet, annak idején meg, tudom, hogy megjelent egy héten egy újság, két alkalommal, az a hír, ami Pesten mondjuk megtörtént, az lehet, hogy 3 hét múlva érkezett le Bajára, igen, a legkisebb borban. Tehát médiazajba élünk maximálisan. Szörnyű médiazajba különben, tehát erről van is egy nagyon jó szakkönyv, hogy amint szeretem a területet, hogy elképzelhetetlen, hogy mekkora zajban élünk. Igen. De Budapesten megtörtént, arról lehet, hogy szerelmén a büdös életben nem is értesültek. Meg Iván, hát te tudod a legjobban, te láttál régi újságokat. Most azon kívül, hogy oda volt írva, hogy Acél Józsi bácsi cipész, itt van, azon kívül nem láttad ezt a mértékű reklámalapú sajtót. Tehát azért nem így néztek ki régen az újságok. Igen. Sem. Azért láthattad nagyon jól. Még akkor áldoztak is az emberek, az igényes. Ugye most már akkor milyen reklámok voltak legközelebb? Ugye, hát régen azt mondták, hogy a jó bornak nem kell cégér. Hát így van. Most meg akkor a cégér kell neki, hogy akármilyen jó bor. A hirdetések. Hát, jó, és ja. Ismét akkor, hogy a boldogság gyere haza. De ez szorosan összefügg szerintem, mert ugye úgy, szintén úgy tudok visszakanyarodni, hogy az én véleményem szerint az emberek egy olyan szempontból rossz irány mennek, hogy célnak tűzik ki a boldogságot. Tehát, hogy öncélúvá válik a boldogság, és igazából egy kicsit ilyen én célú is de lesz. Hogy... lehet, hogy 100 évvel ezelőtt nem az volt a cél, hogy vegyük meg a milyen tévét mondtál. Plazma tévét, hanem de klassz ez a Remingtoni jógép, ott van az a fasz az Inger varógép. Mégis lehet, hogy volt, igen, tehát mindig megvolt az elérhetetlen vágyalom, ami drágább volt annál, mint sem, hogy ő ezt elérje, de hogy akkor... Az annak idején ugyanúgy nagy szó volt egy Newtoni jógép, egy barógép, vagy egy aparatógép. Csak ez most kontrollálhatatlanul felgyorsult. Kontrollálhatatlan, meg a másik az, hogy hát alapból megpróbáljuk pont a boldogságot leválasztani az anyagi birtoklásról. Tehát ugye az lenne a lényeg, hogy ez pont vonatkoztat egymást. Ugye megint szóba került ez a klasszikus az igény meg a szükséggel kapcsolatba, és én még mindig azt mondom, hogy abban a pillanatban, hogy az igény és a szükség egy vonalon képes mozogni, abban a pillanatban mindjárt boldog is lehet esetleg az ember, mert nem ez fogja az életét. Jó poént el akarnék kezdeni, a Csaba most hogy tudna örülni, és szerintem jobban örülni egy Remington írógépnek, mint egy számítógépnek. Hát igen, az olyan jó. Meg én hozzáteszem, hogy én ilyen fétisista is vagyok, tehát nekem vannak olyan dolgok, aminek meg kell lennie, érted? Tehát ez akaratlanul is így van. Nagyon jól mutatna egy írógép, ha bár a kopogásától szerintem én nagyon gyorsan megőrülnék a lakásban. Igen, nem, legalább a szivarfűsben nem látnád. Ó, igen. Nem, hogy igazi szerkesztés. Mondjuk ez nagyon tanúságos, hogy amit te is mondtad, Csabában is, hogy ez visszakanyarodunk állandóan, hogy mennyire összefügg ma az, hogy boldog vagyok a tárgyainkkal. Nagyon. Tehát az ember lehet-e boldog? Múltkor meséltem arról a hajléktalanról, aki felfedezte, hogy itt sátorozik baj a környékén. Majd legutóbb kimentem oda, akartam vele csinálni egy riportot, szerettem volna vele csinálni egy riportot, hogy leülök oda, viszek neki egy valami kis meleg levest, és akkor megkérem, hogy étel. Így van, és így. Én mondom, hogy nagyon kíváncsi lennék, hogy neki mi a véleménye a boldogságról, hogy ő boldognak érzi-e az életét, vagy hogy mi kellene a boldogságához. És így azért ezen elgondolkodtam, hogy vajon milyen válaszok lettek volna. Sajnos, mire kimentem, a táborhely meg volt, de szét volt dúlva, tehát már nem hó volt a sátorban, meg minden, hogy már egy ideje nem lakták. De azért arra még kíváncsi lett. Persze most mindjárt az ember gyárt szerintem a fejében mindjárt így ilyen paneleket, hogy persze ő is azt mondta volna, hogy legyen lakásom, meg ez, meg az, meg amaz, meg és akkor jó lenne. De azért kíváncsi lettem volna a válaszaira. Én mondok egy nagyon érdekes dolgot, ezzel kapcsolatban. Nem lenne boldog ő is ott szegényen és egy kis sátorba, viszont lehet, hogy ismét visszatérve távol-keleten ugyanígy boldog lehetne. Egész egyszerűen nálunk a kulturális viszonyok is meghatározzák egy embernek azt, hogy kit fogadnak el kívülről boldognak. Értitek ezzel, mit akarok mondani? Ugyanez most Indiában, a Ganges partján abban a kis sátorjában lehet, hogy nagyon jól el lenne, és nem azért, mert nem fázik, nyilvánvaló. Viszont itt nem lenne el, mert ő itt nekünk, a nyugat-európai embernek, ő egy társadalomból kitaszított ember.
akiről nem is hinnénk el, hogy valaki is lehet boldog. Különben hozzáteszem, hogy ők elképzeltek, hogy lehet, hogy különben boldog. Jó, nem lehet, nem tudom elképzelni, hogy boldog legyen, mert fázik és éhezik. Tehát aki fázik és éhezik, az azért az egy olyan alapvető szükséglete, hogy ne fázzon a lábom, és hogy legalább annyi étel legyen bennem, hogy jól érezzem. Szóval nem tudja egész nap a fejét azon, hogy fizetem ki a gázszámlát. És látod, igen, ez megint a érdekes dolog, tehát, és megint anyagiasítunk. Valamit, és kap érte egy ilyen kis nyugalmat, hogy a szegénység fensőbségéből mondja azt nekünk, hogy emberek, ennyi az a dolgok, engem nem érdekelnek. Vagy lehet, hogy azt mondja, hogy ó, de jó lenne, ha nekem ez lenne a legnagyobb. Az is lehet. Fizetem ki a számlát. Így van. Tehát tényleg különben érdekes lenne oda menni megkérdezni róla. Tehát az biztos. Lehet, hogy ez lenne a boldogság, hogy az legyen a gondja, hogy a saját lakásában, amiből fizeti ki a saját. Látjátok, különben ez viszont nagyon érdekes. Most így az Judit így visszafordította az egészet, ez úgy hangzik, hogy lehet olyan ember, aki azt mondja, hogy de boldog lennék, ha végre kapnék gázszámlát, amit fizetgetnem kéne, és izé. Tehát ez érdekes, ilyen értelemben egy nagyon érdekes logikai csavar lett megint a dologban, tehát ilyenek a legutóbbi persze. Hát én azért mondom, igen. Most az esetében ez tényleg az, hogy hát ugye az nem lehet azt mondani, hogy ettől boldog legyen egy ember, de az esetében tényleg boldogság lenne, mert ez mit akar? Az, hogy van neki egy kuckója, egy lakása, ahol ez megtörténhet vele. Egy olyan társadalomba tartozik, ahol őt befogad. És lenne még egy kérdésem ezzel a boldogság témával kapcsolatban, erre nem tudom, mi a véleményetek, hogy azért most mi itt erről elbeszélgetünk, meg vannak elképzeléseink, de sok ember szerintem, sok embert ez a téma nem azért hagy hideg emberben, nem lenne hozzá szólása, vagy nem lenne véleménye, hanem vannak emberek, akik már nem is foglalkoznak ezzel, tehát nem is, nincs is bennük vágy arra, hogy boldogok. Valahogy igazából kiégés, elfásulás már csak arra gondolnak, hogy csak boldoguljunk valahogy. Megvan a másik oldala is, Robi, akik már azért nem tudnak boldogok lenni, mert annyira mindenük megvan, és persze. Erre pont a nagyon nagy sztárokat, celebeket mondám, akik már látszik, hogy kín dolgokat csinálnak csak azért, csak hogy valamire már valamit létezzenek egyáltalán. Tehát itt most nem is annyira az a másik volt, ez is lehet elfásultság különben. Uh-huh. Tehát azok se boldogok, ez mutatja a legjobban, azok az emberek se boldogok, akiknek annyi pénzük majd nem. Vagy tudom. Inkább az, hogy sőt, szegényen is lehet boldog. Vagy nem lehet, hogy azokat az embereket inkább a túlzott ismeretségük zavarja? Nem, Judit, az, hogy már... Hogy ők kiélték azzal rengeteg pénzzel azt, amit úgy mondtak, hogy el kell, hogy érjenek, és akkor itt ilyen sekélyessé válik az. És ez nem lehet, hogy az van, amiről esetleg így érintettük, hogy igazából egy meghasonlás. Egy meghasonlás, egyfajta céltalanság, és egyfajta olyan dolog van. Viszont egy meghasonlás is lehet egy újnak a kezdete. Igen, lehet. Csak itt, amit mondtam, hogy talán a boldogság az sokkal inkább összefügg az életcélunkkal, mint magával, mint hogy maga legyen az életcél a boldogság. És itt, mint egy állandó kísérőnk legyen. Igen, és itt adáson kívül ugye nekem lett szögezve az állítás, hogy könnyű nekem, mert én hiszek a túlvilági életben. És igen, valóban, tehát, ha magamról kell beszélni, akkor az én céljaim azok túlmutatnak azon a pár évtizeden, ami esetleg még itt hátra van, Hátrapontban néztem egy kiírás, hogy van, aki sajnos 50 évesen eltemetnek. Én kiskoromban azt gondoltam, hogy az már nagyon öreg ember, meg az már időskor, de most így 37 évesen azt mondom, hogy azért az még igencsak fiatal. Itt van a közelben, igen, így van. Így van, az itt van a kanyarban, és azért ez újra felveti bennem azt a kérdést, vagy az a újra csak azt tudom átélni, hogy a boldogság az, ha a cél, akkor öncélúvá válik, és kicsúszik az emberek ezek közül. És talán ez így számomra ilyen eszencia is a boldogsággal kapcsolatban. Hát amit ezzel érdekes, ugye említetted, hogy hát könnyű dolgod van, mert hogy te a későbbiekre is készülsz. Uh-huh. Hozzáteszem, hogy az előbb meg én pont azt mondtam. Tehát hozzáteszem, na tényleg a lényege az a dolognak, hogyha jelenleg nem hiszek abba, hogy velem későbbiekben bármi is történik, azon kívül, hogy a kukacok széthortanak, de legyen igazad, akkor úgyis találkozunk. Kicsit arrébb, kicsit följebb, vagy kicsit lejjebb, még te se tudhatod még, hogy hol, de akkor úgyis találkozunk, akkor folytatjuk a beszélgetést. De a lényege az, hogy én még mindig itt vagyok a Földön, és én azt mondom, hogy az az ember, aki a rendelkezésre álló forrásokból azt szerzi meg, ami valóban neki szüksége van, a,
az ilyen kis hétköznapi boldogságához. Uh-huh. És itt arról van szó, hogy a szükségletek és az igények tökéletesen egy síkon képesek mozogni, és az igények azok nem verdesnek valahol olyan magasságokban, ami egyszerűen elképzelhetetlen, akkor az ember az boldogan le tudja élni az életét. Kényelmesen és boldogan. És ugyancsak azt mondom, hogy ha én elérem azt, hogy az igényeimet szépen lassan, folyamatosan csökkentem, most már csak mondjuk 5 naponta mosok fogat, akkor gyakorlatilag így kényelmesen boldog emberként is leélhetem az életemet. Az a lényeg, hogy valódi igényeket próbáljak meghatározni magamnak, és abban a pillanatban, hogy összeér az igény és a szükség, boldoggá válok. Automatikusan. Aha. Mert a boldogtalanságot az okozza, hogy soha nem tudjuk a szükségleteinket és az igényeinket egy szinten tartani, egy vonalba tartani. Ez egy alapvető boldogság, és ez nem is csak anyagi vonatkozás. Én azt gondolom, hogy nem csak anyagi erről, hogy a realitás talaján kell állni, tehát saját magadat is reálisan kell meg a lehetőségeit nézni, és akkor valamilyen szinten boldog lehetsz. De a realitás az a kettő összefügg, igen, abban a pillanatban, hogy nincsenek elképzelhetetlen igényeid a szükségleteidhez, meg a lehetőségeidhez képest, akkor abban a pillanatban az egy reális felfogás, az egy realitás, és szépen boldoggá válsz. Tehát most én még azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen nagyon jó báránya lehetnék a Robinak, mert én az én igényeimet megpróbálom úgy kordában tartani, hogy csökkenteni egy lényegesen egyszerűbb és szegényesebb élet irányába. Tehát én még egy boldog is lehetek, hát milyen remélem, hogy még az eltemetésem előtt sikerül ezt elérni. Én nem vagyok olyan szerencsés, mint a Robi lelki pásztorként, hogy hát ő legyint ránk jelenleg, mert azt mondja, jó, hát itt el vagytok, én majd oda kerülni. Nekem a sorsomat már elintézték odafönt, tehát minden rendben lesz. Tehát nekem ez a véleményem, hogy a legfontosabb ez, hogy ami a rendelkezésre álló forrásainkat úgy használjuk, hogy az igényeinkkel képesek legyünk egységbe kerülni, és automatikusan megkapjuk a boldogságot hozzá. Iván, ez megint nagyon fontos. Ez abszolút el lehet vonatkoztatni az anyagi dolgoktól. Ez lehet spirituális, bármilyen lehet az ég a te világon. Spirituálisan se legyen olyan igényem, amit egyszerűen képtelen vagyok elérni, mondjuk esetleg a szellemi képességeim miatt, vagy bármi, tehát nem támaszthatok olyan igényt magam elé, és ha nem támasztok ilyen igényt, akkor gyakorlatilag szellemi szinten is, gyakorlatilag boldog lehetek, nincs egyfajta frusztráció bennem, hogy de én akkor is azt szeretném csinálni, és miért nem tudom elérni. Uh-huh. És megkapom automatikusan a boldogságot úgy, hogy nem fogom kifejezni magamba, hogy na én mától kezdve boldog vagyok, mert nem fogom majd időponthoz kötni, egyszerűen azt fogom érezni, hogy van. Ha megkérdezi valaki, boldog vagyok, hogy így elgondolkozok, és hát tulajdonképpen jó. Uh-huh. Lehet egy boldogság egy könyvben olvasása. Uh-huh. Lehet pillanatnyi, de hogyha ha hosszú távon te úgy érzed, hogy mindent, tehát hogy igen, tehát hogy az életedet kényelmesen le tudod élni könyvolvasgatás közben, és ezzel nem szenvedsz el alapvető a szükségleteid alá csúszó hiányosságokat, akkor tökéletesen boldogan el lehetsz vele. Én azt szeretném, ha magamra gondolok, öregkor, ugye most is szóba kerül, hogy a Bibliában több olyan ember van, aki idős korában nagyon sok mindent megélt, nem volt könnyű élete általában egyiknek sem, ugye főleg ilyen nomád életet élő pásztorokról beszélek, azt mondja a Biblia, hogy mikor meghaltak, akkor beteltek az élettel, úgy haltak meg, hogy az élettel betelve. És én is így szeretnék majd valamikor, hogy azt mondjam, hogyha visszanézek, hogy beteltem az élettel, ez egy jó élet volt. Nem volt értelmetlen, nem kiégettem, nem frusztrálként, nem úgy megyek el, hogy nagyon érdekes, elrontottam a lehetőségemet. Különféle indián kultúrákban volt szokás az, hogy megérezte a halálát az idős indián ember. Ezt itt is megérzi sokan. Úgy döntött, hogy akkor kivonul a társadalomból, leült és akkor ott meg is halt. Igen, mert gyakorlatilag elérte azt, amire ő rendeltetett. Most erre, hogy ki mire rendeltetett, ez nyilvánvaló, hogy pont a Robival lehetne ugye külön megbeszélni, de tényleg, hogyha elérte azt, amire rendeltettél, most legprimitívebb módon azt mondom, hogy arra rendeltettünk, hogy szaporodjunk és fölneveljük az utódainkat és közben az mi is. De gyakorlatilag, hogyha eléred azt, amire te magad is elismert, hogy nekem ez volt a sorsom, erre vagyok rendeltetve, akkor mi dolgod van még? Jó, ez lehet akár témafelvetés is, következő témafelvetés. És én azt gondolom... lehetett így is meghalni, meg amikor nem boldogan, hanem megskalpolták, akkor nem
Most elcsipem ezt a mellékszálat. Igen, Hürit? Én azért annyit hozzátennék még itt zárva mondatként ez az egészhez, hogy igazából minden embert más tesz boldoggá, és amit téged, Robi, vagy téged, Csaba, uh-huh. vagy engem, az nem feltétlenül teszi a másik ember boldoggá, és te akkor válsz boldoggá, amikor a te igényeid teljesülnek. Uh-huh. De az, ahogy a te igényeid egy más emberre kivetítve, őt nem biztos, hogy az boldoggá teszi. Uh-huh. És ha valakit a vagyonharácsolás és a vagyonszerzés tesz boldoggá, és az meg lesz neki élete végére, akkor az mondja, igen, boldogan halok, mert megvan a vagyon. Hát mondjuk ez is igaz. Tehát mindenki jó, más tesz boldoggá, mert mások vagyunk. Azt gondolom, hogy... És sose fogjuk megérteni azt, hogy a másikat uh-huh. konkrétan mi teszi boldoggá, még akkor sem, uh-huh. egy párkapcsolatban élünk vele aha, együtt. Aha. Jó. Látom, már kezdünk beindulni, de most a műsorjáról végén kénytelen vagyok húzni egy képzeletbeli vonalat. Úgyhogy ennyi volt a második adás, és köszönöm a részvételt, köszönöm a gondolatokat. Megint megkapargáltunk egy dolgot, egy témát, érdekes aspektusokból próbáltuk megközelíteni, és akkor köszönjük a hallgatóságnak a türelmet, viszont hallásra.